Köszönöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. november 10-én este 7:30-tól. Harangszentelés dr. Bábel Balázs érsekatya által, visszakerültek helyükre a keresztény hangszerek. Úton útfélen közlekedési bábverseny volt Kalocsán. A Teit kiáll a Paks 2 mellett, támogatói nyilatkozatot írtak alá a polgármesterek. Szentatyák és hívők gyűltek össze tegnap délután a Nagyboldogasszony főszékes egyház előtt, ahol dr. Bábel Balázs érsekatya által megszentelődött a déli templom torony 4 harangja. A tegnapi napon dr. Bábel Balázs mellett szentatyák és érdeklődő hívők társaságában az érsekatya megáldotta a déli torony régi új harangjait. Újra a toronyba visszahelyezzük harangjainkat, Isten magasztalására ezzel az ünnepléssel. A harangok ugyanis összefüggnek Isten népének életével, hangjuk jelzi az imádság idejét, összegyűjti a népet a liturgikus cselekmény végzésére, figyelmezteti a híveket fontosabb eseményekre, amelyeket az egyháznak, ezt a közösségét, az egyes híveket örvendetesen vagy fájdalmasan érintik. Az esemény aktualitása Asztrik harangunkkal különösképpen kiemelt. Az előttünk álló vasárnap tartandó szentmise keretében, ahol dr. Bábel Balázs érsekatya bejelentése szerint pápai jóváhagyással hivatalosan is szentként tisztelhetjük Kalocsa első érsekét, Szent Asztrik érsekünket. Az érsek további beszédében szót ejtett a harangok fontosságáról. Székesegyházunk felújításának az utolsó nagy felújítási szakaszához érkeztünk, amikor is harangjainkat fölhelyeztetjük az új harangszékekre, hirdessék Isten dicsőségét, és hívják a templomba a híveket, sirassák elhuntjainkat. Ez az evangéliumi szakasz Jézus missziós küldetéséről szól. Arról, hogy el kell mennünk az egész világnak hirdetni az evangéliumot. A harangok a régi koroknak a médiumai voltak, hiszen híresztelték és továbbították az üzenetet, amelyet még a települések határán túl is meghallhattak az emberek, amikor imára hívta őket. Dr. Bábel Balázs magasztos szavai után megáldotta a harangokat, majd közösen a hívekkel, imádsággal rótták le tiszteletüket a keresztény hangszerek előtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk. Negyedik alkalommal került megrendezésre az Úton útfélen elnevezésű közlekedési bábverseny városunkban. Az idei évben 10 csapat mérte össze tudását a Kalocsai Színházban. Tudom már az összes szabályt, mielőtt a útra lépek, balra, jobbra, balra nézek. Rollerrel a járdák és a kerékpár úton közlekedek. A de azért azt is kérdeznek, hogy legközelebb felnőtt elindulsz el. A Kalocsai Zöldfa utcai tagovoda előadásával vette kezdetét a városunkban, immár negyedik alkalommal megrendezésre került Úton útfélen elnevezésű közlekedési bábverseny. A verseny kiírásában az szerepelt, hogy közlekedési témájú produkciót állítsanak össze, amelyből ők is tudnak valamennyit kamatoztatni a napi közlekedésük során, és természetesen itt nézzük a báboknak az elkészítését, a művészi értéket, az előadásmódot, illetve a közlekedési szabályoknak a produkcióban történő alkalmazását. A verseny népszerűsége évről évre nő, amit a résztvevő csapatok száma is igazol, hiszen a csütörtöki eseményre 7 általános iskolai és 3 óvodai csoport jelentkezett.
A résztvevők közül a dobogó első helyére mindkét kategóriában a kecskeméti gyerekek állhattak fel, így az iskolás korosztályban ők képviselik megyénket a jövő heti országos versenyen, míg nagy örömünkre az zobisok közül mindhárom együttes elutazhat majd Budapestre a döntőre. A kalocsai rendőrkapitányság dolgozói ezúton is köszönik a résztvevők és a felkészítő pedagógusok áldozatos munkáját, valamint mindazok támogatását, akik hozzájárultak a rendezvény színvonalas lebonyolításához. Támogatói nyilatkozatot írt alá a 13 települést összefogó TEI társulat, melyben nyíltan kiállnak a Paks 2 beruházás mellett. A közlemény szerint a paksi atomerőmű az elmúlt 35 évben egyértelműen bizonyította, hogy működése biztonságos. A TEIT, vagyis a Társadalmi Ellenőrző Információs és Település Fejlesztési Társulat, amely összesen 13 települést foglal magába, melyek a paksi atomerőmű körüli 12 kilométeres környezetben helyezkednek el, egy támogatói nyilatkozat aláírásával nyilvánították ki az országos nyilvánosság előtt, hogy támogatják a paksi beruházást és az új atomerőművi blokkok létesítését. Erről még a 2017 nyarán tartott 25 éves jubileumi rendezvényükön döntöttek. A térségi településeket összefoglaló társulat azzal a céllal alakult még 1992-ben, hogy párbeszéd alakulhasson ki az atomerőművel, és érvényesüljenek a térség lakosainak igényei a Duna mindkét partján. Így a TEIT mintegy 60 ezer magyar állampolgár érdekeit képviseli. A társulat betekintést nyerhet az alkalmazott nukleáris technológia bármely pontjára, helyszíni társadalmi kontrollt végezhetnek, információkat gyűjthetnek és terjeszthetnek, mindemellett saját sugárvédelmi környezet ellenőrző rendszert is működtetnek. Az együttműködésük az erőművel már európai példának számít. A most aláírt nyilatkozatban kijelentik, a paksi atomerőmű az elmúlt 35 évben bizonyította, hogy működése biztonságos, környezeti hatása elenyésző, szakembereinek felkészültsége és elkötelezettsége magas szintű. Ezeknek köszönhetően a környező települések lakossága évtizedek óta él együtt az atomerőművel, és támogatja annak működését, valamint kapacitás fenntartását áll a nyilatkozatban. Így a TEIT a több tíz éves tapasztalatokra támaszkodva, figyelemmel a térség jövőjének fejlesztési és foglalkoztatási lehetőségeire, nyíltan támogatja az új atomerőművi blokkok felépítését és hosszú távú működését. Amellett, hogy továbbra is igényt tartanak az aktuális és közérthető tájékoztatásra, az ellenőrzési lehetőségek fenntartására és kiterjesztésére. Vasárnap hálaadó szentmisére készül az érsekség. Ezzel az eseménnyel azonban még nem ér véget a Szent Asztrik év városunkban, január 6-án vízkereszt napján zárul szintén misével az ünnepi emlékév. Ez év január 6-án egy szent misével vette kezdetét az első érsekünkről elnevezett Szent Asztrik év, mellyel a koronát hozó főpap előtt kívántak tisztelegni. Bábel Balázs érsek kezdeményezésére hirdették meg az egész főegyházmegyét megszólító emlékévet, melynek célja, hogy Kalocsa első érsekének élet példáját széles körben megismertessék. Asztrik meghatározó közreműködője volt államalapító királyunk egyház szervező tevékenységének, mint Kalocsa első érsek püspöke, neki köszönhető a kalocsai érseki tartomány létrehozása. 2014. áprilisában nyert tudományos bizonyítást, hogy a Nagy Boldogasszony Főszékesegyház kriptájában lévő Foer Kelnő által 1910 és 11-ben végzett ásatáskor talált szarkofág Asztrik érsek sírleletét őrzi. Az emlékév alkalmából több eseményt is rendeztek. Sokféle módon, előadásokban, gyerekek hittanprogramjában, ünnepekben, itt a reklámhelye, egy könyvemben is, aminek az a cím, hogy Asztrik örökségében megemlékeztem róla, de az atyák, a kollégák mind ezt tették, úgyhogy azt lehet mondani, hogy Kalocsa városán túl az egész egyházmegyénket érintette. Elsőként Koltai Gábor rendezésében készített Megtört csontjaim is örvendeznek című filmet vetítették le a nyitómisét követően, mely részletesen bemutatja azt a tudományos eljárást, mely során bizonyosságot nyert, hogy a megtalált földi maradványok valóban Asztrik érseké. Ezt követően az ünnepi év alkalmából többek közt esperesi kerületek is elzarándokoltak a felújítás alatt álló főszékesegyházba. Most vasárnap ismét hálaadó szentmisére készülnek, mely során szintén Asztrikot dicsőítik. Nagy jelentőséggel bír, hogy ezen mise során immáron szentként tisztelhetik a koronát hozó érseket. Ezzel az eseménnyel azonban még nem ér véget az Asztrik év. Terveink szerint 2018. január 6-án újabban
ha hétköznapra esik, akkor is parancsolt ünnep a katolikus, magyar katolikus egyházban, ez vízkeresztnek a napja, most a szombati napra esik a jövő esztendőben. 10 órakor szándékunk szerint akkor fogjuk ünnepelni az asztrik év lezárását, ami már mindenki számára egy meghívót is jelent, hogy aki tud, jöjjön el arra a szent misére. Addig is több misét celebrálnak asztrik érsekünkért. A vízkereszti emlékévet záró ünnepi szent misére minden hívőt várnak. Életvitel. Ez az új tantárgy a középiskolások életében, amit már második éve tanulhatnak. A Szent István gimnáziumban projektnapokon tájékozódhattak a diákok, többek közt a közlekedés kultúráról, a munkavállalásról és a környezetvédelemről. Éppen a diákmunkáról hallhattak kis előadást a végzősök az egyik osztályban. A Nemzeti Alaptanterv 2013-ban felmenő rendszerben írta elő a végzősök számára az életvitel tanulását. Így tavaly találkoztak először a 12. évfolyamosok az életvitellel. Heti 1 óra. Így kellene beépíteni az órarendbe ezt az új tantárgyat. A gimnáziumban projektnapokkal oldották meg ennek a tantárgynak a tanítását. Végigvennénk azokat a témákat, amit maga a tantárgy tartalmaz, családi életre nevelés, egészségvédelem, környezetvédelem, közlekedésbiztonság, életpálya, keresés, munkahelyteremtés, adózással kapcsolatos információk, banki ismeretek, stb. Tehát végigvennénk azokat a szakembereket, akik az utóbbi időben hozzánk ilyen jellegű témákkal bejelentkeztek, és megpróbáljuk ezt valamilyen formában koordinálni. Minden fél évben 2-2 napot szánnak erre a projektre. Az előadókon túl diákok is vállalkozhatnak arra, hogy felkészülnek valamilyen témában, így erre kapnak osztályzatot. A másik lehetőség pedig az, hogyha valaki nem akar ilyen kis előadást tartani, akkor is motivált legyen abban, hogy ne csak úgy elfoljon ez a 2-4 nap az életéből, hanem figyeljen oda, próbálja azokat az információkat összegyűjteni, amiket itt kap, és ennek megfelelően kell gyakorlatilag egy beszámolót készíteni, egy írásos beszámolót készítenie az elhangzott témákkal kapcsolatosan, és erre kap egy osztályzatot. A három végzős osztályban többen ismertettek társaikkal egy-egy témát, ahol szorgosan jegyzeteltek, és kérdeztek a diákok. Tóth Zoltán alezredes pedig kalocsai példákkal illusztrálta, hogyan közlekedjenek szabályosan és biztonságosan, akár gyalog, akár kerékpárral, akár autóval. A Dózsai iskola tanműhelyében várták egy rendhagyó technika órára a Fényi Gyula általános iskola tanulóit ma délelőtt. A gyakorlati tanórán szerszámokkal és gépekkel, illetve azok használatával ismerkedhettek meg a gyerekek. Így készült egy gyalogos sakbábú a Fényi Gyula általános iskola egyik diákjának keze alatt. A Dózsa iskola ugyanis egy rendhagyó technikaórára invitálta ma délelőtt a kertvárosi iskola nagyobb osztályait. Hát az ötlet abból fakad, hogy sajnálatos módon az alapfokú oktatási intézményekben a technikórák száma nagyon csekély. Felső tagozatban csupán heti 1 óra technikórájuk van, és 8. már sajnos egy sincsen. És sajnos emiatt is részben véleményünk szerint nagyon kevesen választják azokat a továbbtanulási lehetőségeket, ahol valamilyen szakmát, valamilyen produktív tevékenységgel bíró szakmát tanulhatnak a tanulóink. A gyerekek fejével gondolkodva álltak hozzá a mai programokhoz, így olyan kétkezű munkát és tevékenységet terveztek számukra, ami az eddig szerzett tudásukhoz leginkább kapcsolható, és végtermékként is haza tudnak vinni olyan produktumokat, melyeket ők készítettek. Az érkezett csoportot 2 helyre osztottuk be, 2 tanórát tudnak meglátogatni. Az egyik egy CNC megmunkálásos óra, tehát ahol látják azt, hogy a számítógép nem csak arra jó, hogy internetezzenek, illetve játszanak rajta, hanem ezzel is lehet valóságos produktív tevékenységet végezni, illetve még a lakatos műhelybe vittük őket, ahol a fémmunkálásnak az alapjaival ismerkedhetnek meg. Amennyiben sikerül összeegyeztetni a két iskola tanóráit, úgy a jövőben szeretnék, ha a kertvárosi diákok a technikaórákat így töltenék el a tanműhelyben, megismerkedve a szakmával és ezzel együtt megszeretve azt. Mindenféleképpen szeretnénk ebből hagyományt teremteni. Először a 7. osztályosokat terveztük ide áthozni, és utána mennék le az évfolyamokkal, egészen az 5. évfolyamig bezárólag, lehetőségeinkhez mérten, és bízunk benne, hogy további iskolákkal is meg tudjuk majd ezeket a technikaórákat valósítani.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, híradónkkal és friss hírekkel legközelebb hétfőn jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsa.tv.hu-n. További szép estét kívánok, viszontlátásra!